Ebben a kísérletben egy kémiai talányt kell megoldanunk, melynek a végére azt kell megmagyaráznunk, hogy hogyan lett vörösborból fehérbor. Nézzük meg, hogy milyen eszközök szükségesek a folyamat véghez meneteléhez. Kell egy vasháromláb, amelyben egy üvegtölcsért rögzítünk. Belehelyezünk egy redős szűrőt. Na most a redős szűrő készítése a következőképpen történik. Adva van egy ilyen kerek szűrőpapír, ezt ketté törjük, majd négy fele törjük, és utána pedig egy ilyen kis háromszög alakban oda-vissza alapon elkezdjük a szűrőpapírt törögetni. Jobbra, balra, előre, hátra, így. És a redő szűrőpapír azért előnyösebb, mint a normál szűrőpapír, mert nehezebben folyik át rajta az anyag, és az eredmény könnyebb lesz. Na, előző eleg, fölmelegítettünk egy-egy pohárba ilyen vörös bort, és most már látjuk, hogy forrásban van mind a kettő. Az egyik forrásban lévő vörösborhoz két kanálnyi aktív szenet helyezünk. Láthatjuk, ez az aktív szén ilyen szemcsés szerkezetű, és viszonylag könnyű anyag, és vagy két pohárnyit beletesz. Ujjaj, na ez itt kifutott. Na, nem probléma. Még teszünk egyet bele. És leállítjuk a melegítést, még egy picit belehelyezünk, és megvárjuk, míg lehűl. Tehát összekavarjuk a faszénnel, és megpróbáljuk leszűrni. Na most megpróbáljuk átszűrni ezen a redős szűrőn keresztül. Na, mindjárt kiderül, hogy tényleg az történik-e, amit szerettünk volna. Aha. Igen, lehet már látni az alján, hogy tiszta folyadékot szűrünk át a szűrőn keresztül. Gyorsan nem lehet végezni a reakciót, mert akkor nagyon gyorsan átázik a szűrőpapír, és esetleg a nagy mennyiségű folyadék az alját kiukaszthatja. Tehát lassan végezve a kísérletet. Na, még egy picit öntünk bele, de utána már láthatjuk is a végeredményt. Láthatjuk a folyamatban, hogy a vörösbor színtelenné vált. Vagyis ugye az aktív szén megkötötte a bornak a festéket.